talán nem mondom senki, hogy saját maga keverte a festéket. Tehát egy csontvári képet ma meg tudok nézni, olyan, mint a tegnap fejezte volna meg. Tessék megnézni a Munkácsi képet. Vagy egy Pál László képet. Tehát Munkácsi generáció nem maga keverte a festéket, hanem vette készen boltba, és akkor vezették be a bitumen alakú festékeket. Azok a festékeket, amik nagyon jól mutattak. Tehát tulajdonképpen egy tudjuk mi a bitumen, a kátrány. Most az adott egy ilyen izgalmas, kicsit sejmes fekete alapot, tehát nem volt egy ilyen vak fekete, hanem egy ilyen sejmes fekete alapot, és abból fejlesztették a színeket. Tehát arra vitték rá egyre világosabb színeket. Most ez Munkácsi generációjának a festészeti módja. Csak egyet nem tudtak. Ugye ez a kátrány, ez egy rettentő agresszívan. Tehát megvárja, míg szépen befejezi a festő a munkáját, egy darabig még vár, és utána azt mondja, hogy jobb szeretek legfölül lenni. És akkor elkezd átjönni a felette lévő festékrétegeken, és egyszer csak más se látok, mint kátrány. Tehát egyszer elfeketedik a kép. Most tudjuk, hogy a Munkácsi képeknek ez az átka, hogy egyszerűen nem lehet megjelenteni a feketedéseket. Most már mindenféle ilyen vákuum berendezést, meg mindenféle használ, egyszerűen nem lehet megjelenteni. Ez a kátrány festék átka. Most Csontvárinak soha semmilyen elváltozás nem következett a festményében. Tehát miután ő saját maga készítette a festékeit, a legfüzesebb, csodálatos színek pompáznak ma is a festményei. Ami porréteg, mondjuk a szakszerűtlen tárolás vagy utaztatás során rákerült, én az is nagyon könnyen eltávolítható, anélkül, hogy megsérülnek a festményei. Tehát ez a vezető szerep, amit ő a Szegedi Árvíz alkalmával betöltött, ez a rangvízűségének köszönhető. Most gondoljunk bele, hogy egy árvíz sújtott a nagyvárosban, Szeged akkor is nagyvárosoknál. Mi az első dolog a hatóságoknak, amikor az árvíz előtt egy város? De ezt jóval tudjuk, mert esetleg még bekövetni, hogy Kecskemétet ilyen nem lehet fenyegetni, de azért ugye az országban Szolnokot már igencsak, és hát van még néhány olyan város, amelyet fenyegetnek. Mi az első dolog? Vesztegvárat van a város ügyében. Azért, mert itt rendkívül sok fertőző anyag felszínre. Hát ne felejtsük el, hogy a kutakból feljön a víz, akkor hát hozzá fel a szennyvizet, és itt, tehát itt bizony járványveszély van. Tehát az első dolog, hogy katonaság körbeveszi a várost. Most hát egy ilyen vesztek záron áttörni, hát ez nem kis feladat. És Poszta Mihály hivadal, mert akkor még csak Poszta Mihály hivadalról beszélhetünk, megoldja azt, hogy a csapata élén minden, hogy mondjam, tetlegesség nélkül be tud jönni a városba, Vesztegváron keresztül, és azonnal munkába tudnak állni. Tehát rögtön elindul a mentési munkát, hogy annyira csak a mentéssel törődnek, hogy a kis csónakjukat, amivel a gátakra fölmennek, azt rögtön el is sodorozzák, hihetetlen mértékű nagy volt akkoriban. Tehát ezt tudjuk hitelesek, egykorú beszámolóból, hogy ő semmit nem túlzott. Tehát abban a pillanatban, hogy kiszálltak a csónakból, már hatalmas vihar, már nem is sodorta a csónakot. Tehát akkora hullámok volt, hogy egyszerűen mire észbe kaptak már vizet. Tehát nekik hajnali kell ebben a hatalmas viharban, ez tavasszal volt, tudjuk ezek az árvizeknek tavasszalinek, tehát még nagyon hideg van. Ugyanakkor jeges eső esett. És ott álltak, és várták a katonai pontot, mert ugye tudjuk, hogy a katonai pontot viszi őket egyik egy másikra. És az megkésett. Most egy életre szóló betegséget szerzett. Tehát egy megkülést, és ugyanakkor másnap, illetve még az éjszaka, amikor mentés helyszínen elvitték, ők azonnal munkába álltak. Tehát ahol betegség volt, öreg volt, rászoruló, sérült volt, ilyen házak összedőltek, ott azonnal nyújtották a segítséget. És ilyenként egy olyan élményt árult szem elé, amit ő le is írt, aminek az a lényege, hogy kitárult előtt a nyomor. Tehát kiderült, hogy ez a nagyon gazdag város, aminek egész Kárpát-medencéje, sőt, tulajdonképpen Európa egy részének adja a kenyeret, az egyszerűen saját magának nem tud kenyeret adni. Tehát itt ilyen rejdeje, fekete ragacszerű valamit adtak kenyeret, nekik meg, és tanulnak sehol, csak valami, nem tudom, ilyen
tápláléknak nevezett valami, és egyszerűen megrohanta az az érzés, hogy itt az emberek tulajdonképpen az emberek élet egy hajszálon. Miközben ők adják a gazdagságot. Ugye országnak, világnak, közben az első vihar olyan helyzetbe hozza őket, hogy összes részfeltételük megszűnik. És ez az élmény egy valami hasonló megrázkódtatás jelentett számára, ezt ő nem írja le, de lehet érezni, mint amit annak idején a bizonyos Szidhartha nevezetű királynak, vagy királyfinak, az, amikor egyszerre váratlanul egyetlen nap egymás után találkozott az öregségben, a betegségben és a halállal. És ez teljesen kiforgatta magából, és egészen másik pályára állított. Tehát ővel tudjuk ez a bizonyos Buddha nevezetű úriember. Mindenesetre Csontváriás egy ilyen típusú megrázkódtatást kellett az Ádi, és ezután következik, fölmegy a Tátrán hatalmas megrázkódtatás, ami betegségén is jel. Tehát innentől kezdve a bronchitis nem hatalmi életemére. Az egy elég cudarm dolog, tehát én tudom, mit jelent, mert én is szoktam ezzel szemben. Tehát különösen őszidőben tud nagyon megkeserűs lenni. Tehát ő általában ilyenkor leutazott délre. Tehát ez neki nem csak festői motivumok gyűjtése volt, hanem a gyógyulást is jelentett. Na most, ő iglóra megy föl. Iglót, ha ma keresik a térképeken, akkor itt találják meg, hogy Tisztanova vesz. Nem egyszerű szép. Most ez az igló, itt már neki gyógyszertára volt, pontosabban a gyógyszertár valakié volt, és ő ott dolgozott segéd egyébként. Tehát volt egy principális, ezt azért kell mondanom, mert minden szeretne a szövegben. És még egyet, mielőtt olvasom az idézetet, eddig egyáltalán nem festett. Nem minden festett, nem is arról. Nem volt rá szüksége. Semmi ilyen irányú ambíciója nem volt, nem hogy felkészítettsége nem volt, egyáltalán ilyen szándéka sem. Na, ennyi bevezetésről, és akkor most halljuk őt. Hajnalban, napnak utána lángoló Kárpátokat figyelem. És egy délután csendesen bubiskoló pinos tekerem megakadt a szemem. Egy kifejezhetetlen mozdulat kezembe adja a rajzbont, és egy vén papírra kezded rajzolni a motívumot. A principálison nesztelenül hátul sonkolyog, a rajz elkészültével a vállamra ütött. Mit csinál, hisz maga festőnek született. Meglepődve álltunk, egymásra néztünk, és csak ekkor tudtam és eszméltem, amikor magam is az eredményt láttam, hogy valami különös eset történt, amely kifejezhetetlen boldog érzésben gyalálunk meg. A rajzot oldalzsebbe tettem, és e perctől fogva a világ legboldogabb embere lettem. Na most itt befejezem egy rövid pár mondat elejéig az idézetet, ugyanis nagyon könnyen abban évhitbe ringathatjuk magunkat, hogy ezzel indult el a festői pályán, nem ezzel indult el. Még semmi köze nincs a Csontvári festői pályához. Ez a csapda. Ez volt a kísértés. Tehát itt arról van szó, hogy egy ténylegesen egy belső, egy önkifejezési kényszer, ahogy ezt ma mondanánk, elindítja őt, nincs természetesen papír a közelben, tehát rajzpapír mi lenne, adva van egy vény, tudjuk mi a vény, ezt már egyszer megnevezik, de nevezik vény. Annak a hátoldal üres, az élmény. Érte, megfordítja a vényt és elkezd rajzolni. Miért? Azért, mert szerintem kell legyen, mert ugye a vényt is ki kell tölteni valamihez. Tehát egy egészen más célra létrejött eszköztárral, ő az élmény hirtelen hatására csinál valamit. Na most ebből remekül lesz, vagy pedig dilettáns próbálkozás. Esetek 99%-ában dilettáns próbálkozás, valószínűleg ez is az volt egyébként. Na most ezután valaki oda jön, aki hozzátartozója, tehát vagy főnöke, vagy nagymama, vagy anyuka, vagy egyéb, és ezt minden indok nélkül pusztán kedvességből. Hozzá nem értéssel megdicséri. Na most így indul pályára egy javíthatatlan dilettáns. Ebből élete végén nem lehet kiverni azt, hogy nem lehet. Tehát ez a nagy csapda. Ebben általában az ilyen helyzetbe kerülőknek a 99%-a soha többet. És ezek az elfuserált voltak. És ezeknek ma tárgyteret nyit a társadalom. Ez egy óriási felelőtlenség. De van hatalmas felelőtlenség. És mi történik a továbbiakban? Rendkívül tanulságos a dolog.
Tehát a rajzot oldalzsebbe tettem, és ettől fogva a világ legboldogabb embere lettem. Itt fejeztem be. Principálisan távoztával kiléptem az utcára. A rajzot elővettem tanulmányozásra. Ahogy a rajzban gyönyörködöm, egy háromszögletű kis fekete magot pillantok meg bal kezembe, mely figyelmemet lefütötte. E lekötöttségben fejem fölött hátulról hallom, te leszel a világ legnagyobb napút festője, nagyobb Raffaele. Itt jegyzeteket szoktak beszúrni, más forrásból is van, ugyanis erre vonatkozó Csontvári idézetből, tehát Csontváritól egyenes idézetből. Ezeket ide beszokták tenni, én gyorsan ide olvasom meg a kettőt, jó? Hogy folyamatos legyen a tudomásunk az esetről. A legnagyobb szó után, tehát te leszel a világ legnagyobb napút festője, a legnagyobb szó után Csontvári az eredeti kéziratban üres helyet hagyott, és utólag írta be a napút szót. Na, erre tartanám be, mert vannak ilyen helyek. De ő maga írta be. Még egy jegyzet, ő saját maga következő fűzőjét hozzá. E meglepetésemben felfelé körülnéztem, nem é, az utcai házak emeletéről tréfát üdv velem valaki, de senkit nem láttam, az ablakokat zárva találtam. Ehhez meg azt tenném hozzá, mindjárt folytatjuk a további idézetet, hogy jártam így volna. Most kereste az ember ezt a patikát, nyilván emiatt mertem oda, és kereste az ember a patikát. Iglónak a főperez jellegzetes 19. század második felében kialakult magyar kisvárosi tép. Ezt tudjuk, hogy a monarchiában mindenki tudja. Tehát ha Marosvásárhelyen meg ugyanazt kapom, ha Szabadkára meg ugyanezt kapom, ha Iglóra meg ugyanezt kapom, tehát van egy hosszanti tér. Nem tudom, jártunk ezek közül a második, de valamelyikben ezt pontosan lehet tudni, van egy hosszanti tér, és akkor ezt a teret veszik körül. Házak általában egyik sarkában áll a templom. Ha több felkezetnek a templom, akkor még egyik ott van. Most ez is ilyen tér, egy ilyen szép hosszanti tér, és elég távol van az egyik ilyen hosszanti házsor a másiktól, tehát az, hogy a szemközti oldalról valaki tréfából átfél, az teljesen kizárt. Tehát egyetlen lehetőség van, hogy fölötte legyen, de ez csak akkor, hogyha a tetőtől ablak van, vagy valamilyen lehetősége van a gyereknek, hogy fölmaszolnak. Most miért gondolta ezt Csontvári? Sokáig nem értettem, hogy ez az ostoba ötlet, hogy jutott eszébe. Ilyen, hogy kiabálhatna neki egy gyógyszerésznek valaki, pusztán tréfából, mondjuk gyerek, hogy ő nagy festő lesz, nagyobb Raffaele. Tehát még ismert Raffaelt is, és akkor ezzel még szórakozik is. Nem volt szokás abban az időben Raffaelt ismerni, Iglón, mondjuk utca gyerek. Tehát ő ma sem szokás egyébként. Tehát ez teljesen kizárt. Igen, ám, de az ember alaposan elolvassa a Csontvári méretírását. Rájön, hogy ki ez a gyerek, akit ő föltételebe volt. Ugyanis kiderül, hogy ő gyerekkorukban, ő egy ilyen banda vezér volt. De is jelöltem ezt a részt. Tehát bizony ő maga szórakozott ilyesmivel annak idején, pillanat, azt mondja, hogy kicsit távolabbról kezdem. Borsóra van a férjesec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 
babacsikot esik-esikkel ingereltük. Ebből rendesen a piacon olyan kavarodás támadt, hogy a heti vásár is megakadt. Akkor ez a babacsik dühösen utána szaladt, a sátrakat feldöntötte, a hajdukat felköltötte, amikor a kavarodás tetőpontját érte, a burkus had a padlás ablakból azt merette. Érted? Most a burkus had, ez ő és a társai, és őt nevezték burkusnak a gyerekkori fajtás. Ez megint egy érdekes eset, ez a burkus erre esetleg majd még érdemes lesz visszatérni. Tehát magyarán szólva, ha az ember egy életpályát kicsit emeltebb szintről nézi, akkor tulajdonképpen kit vett ő gyakorlatban? Tehát kiről tételeztek föl, hogy prédikálhatod? Saját maga korábbi lényeje. Most ezzel mi fogunk majd találkozni a pályára. Tehát ez az a szint, a gyerekkornak a tájékozódása szintje, amelyiknek a számára ez a jelenség még nem.